Sziasztok, én Hauber Zsolt vagyok ismét, a hangszerzene kompjúter legújabb részével jelentkezem. A mai epizódban egy újabb legendás dobgépet, a Roland TR-909-est fogom bemutatni. Lássunk is hozzá. Szóval a TR-909-es dobgép legendás pályafutása az 1983-ban kezdődött, és számos újítást tartalmazott ez a szuper dobgép. A TR-808-as ellentétben ebben már található volt MIDI, amiről már többször említést tettem, hogy a MIDI a kommunikációja régi időkben legalábbis a hangszerek között, tehát egy billentyű lenyomásával ezt a dobgépet meg lehetett szólaltatni, de ami még ennél is fontosabb, hogy össze lehetett szinkronizálni, tehát akár élő előadásnál, akár stúdió felvételnél több hangszer egyszerre szólhatott, és ez megkönnyítette a stúdió munkát, és sokkal precízebben és jobban szerkeszthetővé vált az egész dobritmus kialakítása. A másik újítása a TR-909-esnek, hogy sampling alapú dobmintákat használt, és ennek az L-effektezésével lehetett jó kis szandokat csinálni. A legmarkánsabban és a legjellemzőbben a 80-as évek végén, 89-es évben Madonna Vogue című dalában mutatkozott be a TR-909-es sound és hangzásvilág, és ritmusképlet, amit ők behoztak, az tulajdonképpen elindított egy ilyen fergeteget, és onnantól kezdve évekig ez a dobgép uralta a dance, később a house, az acid house rave időszakban is a TR-909-es ez alaphangszernek számított. Későbbiekben a house zenében, a dance zenében megkerülhetetlen olyan dobhangok vannak benne, itt gondolok a pergő, a nyitott lábcím és a lábdobra, ami szinte kötelező eleme minden dance zenének. De hogy is néz ki? Az én virtuális verziómat tudom természetesen bemutatni. Fő paneljét tekintve pontosan ugyanolyan, mint az eredeti, és a hangok is egy az egyben az eredeti hangok. TR-808-ashoz hasonlóan itt is 16 dob sound szól egyszerre, és 16 lépéses szekvenszer körből lehet A-tól H-ig, tehát összesen 8 kört lehet bele programozni, és ezáltal tulajdonképpen egy dalt fölépíteni. Teljesen alap szedben található hangszín. Hát ez a lábdob, ezt én is nagyon gyakran használom, ez annyira jó, és ez mindig jól tud működni, ez a lábdob. Ez ennek egy ilyen mélyebb, tompább verziója, ez egy másik lábdob, kétféle pergődob. Ez egy erőteljesebb és magasabb tartományú, ez egy picit tompább tartományú. Kétfajta tom, két ló, tehát alacsony tom, két közepes és két magasabban. Itt van ez a rímnek nevezett percussion, ez kötelező minden house zenében, mondjuk a 90-es években ez biztos, hogy szerepelt. A taps szintén kötelezően, a zárt és a nyitott cínek nagyon jelezetes crash és a light. Minden egyes hangszíne a TR-909-esnek nagyon-nagyon jól használható, és a mai napig tökéletesen jól megállja a helyét a könnyűzene minden területén. Szekvenszer része az pont ugyanolyan, mint a TR-808-nál, tehát piros lámpák jelzik azt, hogy hol milyen dobok jelennek meg. A nagyon fontos része a TR-909-esnek, hogy lehet kicsit élővé tenni a dobolást, ha az ember arra vágyik, én speciál nem szeretem, én nagyon pontos ütemeket szeretem, de ha valaki egy kicsit azt akar, hogy lazább legyen, tehát a meghatározott tempótól egy picit térjen el, ezt shuffle-nek hívja, picit elé vagy picit mögé, hát lazábban, ahogy az élő dobosok sem, mint a gépek pontosan játszanak, ezért itt neki meg lehet adni ezekkel a potméterekkel mindegyik hangszernél, hogy azt egy kicsit lazábban játsza. Ez elsősorban ez a lazaság, ez nyilván nem a lábdobnál, meg a pergőnél tud jól működni, hanem például a cineknél, például a tapsnál, és a különböző percussion eszközöknél. De akkor nézzük is meg, hogy hogyan szól ez a szuper hangszer. Ez egy teljesen alap dobszet. Hát ez például pont a Madonnának a Vogue című dalának a dob alapjául is nyugodtan szolgálhat, de bármilyen
90-es évek elején, 80-as évek végi dance sláger, most sorolhatnék nagyon-nagyon sokat. Liza Stansfieldnek az All Around the World című dalában is nagyon hangsúlyos szerepet kapott, és hát ez a vonal, akik itt a 90-es évek elején nagyon erőteljesen előjöttek a dance stílusban, ők mind a TL-909-est elsősorban ezt használták. Nézzünk egy másik ritmizációt. Ugye ez már egy ilyen törtebb ritmus. Teljesen jól hozza ezt a 90-es évek elejé világot. Itt már kicsit a lábdob torzítása már benne van, és a tomoknak a szintén a torz effekt rárakása szintén az is meghozza azt a hatást, hogy már egy kicsit ilyen keményebb, kicsit ilyen progresszívebb hangzást eredményezzen. Ez pont például a All Around the World-re hasonló dobszet. Az én karrierem során a Bonanza Banzai elmondató című dalában használtam először a TR-909-esnek több hangját is, itt elsősorban a snare drumot. Ez így néz ki nagyjából a pörgetés. Ha már itt tartunk az elmondatottnál, akkor szerintem nézzünk is meg egy ilyen elmondatott típusú dobolást. Ezért én most innen szépen kitörölgetem a dobokat, amik belettek programozva. Most csak az első 16 negyedet fogom betenni, ugye a lábdobok azok mindig egyre játszanak. Talán egy picit gyorsabban az elmondatót, most így fejben szerintem 130-as. Akkor jöjjön a Super Snare Drum. Jöjjön a Super Nyitott. Open hi-hat. A zárt lábcíneket is beteszem a lábdobokra. És még a ez egy teljesen olyan alap ritmus, ami a house és a dance világában abszolút jól működő alapritmus. És hát az elmondatodban is ezeket a dobokat tudtam használni, azért lett sokkal korszerűbb annak a dalnak a hangzása, mert már egy éppen aktuálisan divatos dobgépet sikerült bevetni, természetesen ennek a sampling hangjaival. Nézzünk még egy dobprezetet. De ez már egy kicsit ilyen progresszívebb, ilyen house világ. Természetesen a tapssal mindig megkülönbözteti a TR-909-es önmagát, mert az annyira jelezetes. Amikor 92 körül elindult a rave időszak, akkor kezdtek el bejönni a TR-909-es lábdobok. Hát tulajdonképpen a rave zenei kultúrában a Roland TB-303-as mint hangszer, és a Roland TR-909-es mint dobgép szerepelt. Sokan olyan performanszokat adtak elő, hogy ez a két hangszer volt összeszinkronizálva és kirakva, és ezzel egy egész show-t le tudtak nyomni, mert annyira erre a két hangszerre épült ez az egész stílus. Itt ha kiveszem a tomokat, akkor itt már hallatszik, hogy rá van téve egy kis torzítás. Itt már jó nagy torzítás van a
kiszedem a atomokat. Ez már egy teljesen alap, ilyen hardcore zenei stílusba illő alap. Nekem egyébként tetszik ez, mert egy nagyon ötletes megoldás. Kiszedem ezeket a tomokat, akkor ez így szól. Hát ugye a rév az általában ilyen 160 BPM-től kezdődött, de akár gyorsabb is lehetett. Nézzünk egy 180-ast, 170-es. Szóval visszamegyek a 120-ra. TR-909-es eltorzítva az a rév, és jól fölpörgetve a tempót. Itt nagyon érdekes, hogy a TR-909-esnek a tapsa is mennyire jól szól ilyen drive-val, torzítással. Teljesen jól működik, és tök jó. A szerkeszthetőség szempontjából, és akkor mára ennyit a TR-909-ről, itt a szokásos lehetőségek vannak, ugye eteket lehet a bass drumra tenni, ami azt jelenti, hogy a hang megszólalásának mennyire legyen ereje, picit puhábban, vagy erősebben szóljon. Ugye el lehet hangolni a lábdobot, ilyen mélyebbet, és ilyen egész magasat lehet neki adni, természetesen hangerőt is lehet állítani. Akkor a snare doboknál szintén nagyon rövidet, és nagyon hosszút lehet neki adni. Ezt ő tonnak hívja. Ugye tuningolni lehet. Nagyon magasra, nagyon mélyre. A snappy az nagyon érdekes. A snappy az itt a magas tartomány hagyja meg a mélyet, szűri le, és közben a hangot is hosszabbá teszi, és hogyha egészen leveszem, akkor leszűri a magasat, csak a mély marad. Szinte ez már nem is emlékeztet pergő dobra, de mégis milyen jól szól. Visszamegyek egy olyan prezetre, amiben... Tesszük a snappit. Egészen egy ilyen pontszerű, nagyon érdekes. Ugye ez egy nagyon-nagyon rövid. Ugye a régebbi 90-es évek elején kifejezetten hosszú pergődobokat használtak, aztán ahogy ment az idő, lettek egyre rövidebbek. A mostani időben már csak inkább ilyen rövidebbeket szoktak használni, és akkor beteszem a tapsot, mert ott is nagyon jellegzetes a... Ahol még nagyon sok állítási lehetőség van, ugye a lábdobon és a pergőn elképesztő mennyiségű, az úgynevezett tomokon, ugye ott lehet hosszúságot állítani, hangolni, egész magasra, egész alacsonyra, hangerő, és a közepes, vagy a magas tomoknál is a rövid és a hosszú, a alsó és a felső hangolás, ennél a háromnál. Még a hi-heteknél van nagyon sokféle állítási lehetőség, ugye a rövid, itt egészen rövid az zárt lábcím, itt pedig egészen hosszú, szinte legátóra van véve. Az open hi-hatnél pedig szinte zárt lábcím szerűvé lehet alakítani. Én szeretem, hogyha a nyitott lábcím is rövid, de csak egészen egynegyedig szól, vagy egy picit hosszan. És akkor, amit még lehet editálni, az a crash.
hogy a crashnek is lehet tune-t adni egészen alulra is, egészen magas hangot lehet belőle csinálni, és a ride, ami szintén a house zenében nagyon jellemző, annak is a hangolását meg lehet csinálni. Ezzel általában olyan témát szoktak játszani, ami minden lábdobra van rárakva. Tulajdonképpen a dalotnak a refrénjénél szokott ez a ride bejönni. Én általában úgy szoktam ezzel játszani a ride-dal, hogy mindig a dal hangneméhez hangolom hozzá, és akkor nem lóg ki annyira a hangszerelésből, sőt, sokkal jobban belesimul. Itt egy egészen fölhangolt dobszettet hallunk, itt egy egészen lehangolt dobszettet, itt minden kicsit rövidre van véve, itt minden hosszúra van véve, és akkor itt pedig az úgynevezett drive, vagyis az egészen a torzításig elefektezett. Én a teljesen alap úgynevezett basic kitet szeretem használni, és ezzel operálni. Elsősorban ezt a pergődobot, a lábdobot egészen biztos, tapsot nagyon sokszor, és a nyitott és a zárt lábcím. Nagyon-nagyon sok dolomban hallhatjátok. Ezután is fogom használni. Nagyon jól szerkesztető, nagyon jó minőségű dobgép. Szeretem használni, és nagyon könnyű vele dolgozni, mint ahogy láthattátok, egész gyorsan össze lehet feldobni a dobbetemet. Ez volt már a TR-909-es dob. Remélem találtatok benne érdekességet. A Hauber Zsolt szerzeményekben visszaköszön. Én nagyon szeretem. Ez volt már a hangszerzene kompjúter. Találkozunk két hét múlva, addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!